Bár már egy hét eltelt szilveszter óta lehetnek olyanok, akiknek elkóborolt kedvence, és még mindig nem találja. Az állatvédők szerint ez volt az eddigi legrosszabb év búcsúztató, rengeteg kutya és macska szökött el otthonról. Általában jó néhány nappal később kerülnek elő az állatok, de ekkor már akár 50 kilométerre is lehetnek gazdájuktól, és nehezebben is találnak élelmet. Pécs környékén azonban más rossz híreket is kaptak az állatvédők. Nagyon sok ö, kutyáról hallottuk, hogy meghaltak úgy, hogy a gazdi mellett voltak a lakásban, mert ez a hanghatás miatt tehát sokkal rosszabb volt, mint eddig és a, a, amelyik kutya epilepsziás, vagy bármilyen betegsége van, az sajnos most erre nagyon rosszul reagált. Az elveszett házi állatokat manapság már könnyebb megtalálni, hiszen több lehetőségük is van a gazdiknak a keresésre. Mindenképp a közösségi média segítségével, mert ugye, hogyha az állatvédők vagy bárki is ugye lát elkoborolt állatot, általában most már felrakják fényképpel, infokkal, hát leginkább ott, meg, meg a menhelyeken érdemes körülnézni főleg, hát most, hogyha csippeletlen, amit reméljünk, hogy nincs sok, de, de azért érdemes körülnézni. Amennyiben kóbor házi állattal találkozunk az utcán, fontos, hogy ne rohanjunk oda hozzá, ezzel ugyanis elijeszthetjük, de meg is támadhat. Fotozzuk le és próbáljuk biztonságos körülmények közé helyezni, de természetesen kérhetjük az állatmentők segítségét is.